A jó idő beköszöntével lekerülnek a téli ruhák, és előkerülnek a tavaszjak. De mit tegyen az a család, ahol őszóta kinőtte a gyerek a ruhákat, vagy tönkrementek? Újakat vásárolni pedig nincs lehetőség. Ezeknek a családoknak segít a Bácskosút falvi Segíts, hogy segíthessünk csapata. Kovács Rozália és párja 7 gyereket nevel. Minden segítség jól jön számukra. Nagyon sok ruhát, nagyon sok bútort kaptunk tőle, lábbeli, papucs, cipő, iskolás táska, iskolás felszerelés. Úgyhogy Erika úgy bennünket egy kicsit ki is emel, mert sokan vagyunk. A legkisebbeket játékokkal örvendeztették meg. Ruhát kaptam, meg tanáltam kiskocsit, meg játékok. A Bácskosút falvi segítő csapat koordinátora Tóth Erika óvónő, aki munkájából kifolyólag nap mint nap szembesül azzal, mekkora szegénységben élnek gyerekek a közvetlen környezetünkben. Ahogy én be satszoltam, körülbelül 50 család, az biztos volt, és nagyon örülök, hogy a pacsériak is átjöttek, és még éppen itt néztem, hogy 2 kisgyerek, meg 2 kisbicikli, és gyalog tolják haza a ruhákat, körülbelül 1,5 tonna ruhát raktunk ki, és ebből nagyon szépen szerintem elvitték az emberek. A sikeres akció végeztével a megmaradt ruhák ismét zsákokba kerülnek, és visszakerülnek a raktárba a következő osztásig. A csapat több mint egy évtizede tartó munkájának köszönve mindig van időjárásnak megfelelő ruhaneműje a Bácskosút falvi szegény sorsú gyerekeknek, és nem maradnak ajándék nélkül karácsonykor és húsvétkor sem.